Első fejezet. Így társalogtak, s kis lakukhoz ért a konda, mely estére hazatért, jól lakva, és az olnak ajtajait döngette lármásan röfögve mind. Paup Odisszeia fordításával. A régi vidám Angliának azon a kedves táján, amelyet a Dan folyó hullámai öntöznek, valamikor réges-régen hatalmas erdő nyújtózkodott, majdnem egészen elborította a gyönyörű dombokat és völgyeket Sheffield és Doncaster bájos kis városkája között. Ennek a végtelen erdőnek maradványai még ma is láthatók a Wentworth és a Von Cliff Park nemesi kastélyai, meg a Rotherham körül. Itt kísértett valaha a legendás Mantley-i sárkány, itt vívták a legvéresebb csatákat a rózsák harcában, ugye a rózsák harca, a piros és fehér rózsa, a Lancaster, illetve a York családok, a királyi hatalomért vetélkedő két párt jelvénye volt. Az 1445-től 1485-ig tartó véres harcokban az angol főnemesség nagy része kipusztult. A polgárháború idején itt tanyáztak a régi időkben azok a bátor szegény legények, akiknek vitézi tetteit annyi népdal örökítette meg. Történetünknek ez a fő szintere. Ami pedig a korát illeti, elvezet első Richard király uralkodásának utolsó szakaszába. Első Richard király 1189-től 1199-ig a keresztes háborúk idején uralkodott. A keresztes háborúban Richard király is részt vett, de csak hosszas és kalandos bujdosás után térhetett vissza országába, mert útközben előbb Lipót osztrák herceg, majd 5. Henrik császár ejtette fogságba, és csak nagyon nagy váltságdíj fejében bocsátotta szabadon. Angliában eközben a zsarnokoskodó János herceg ragadta magához a hatalmat. A király hazatérését hosszú fogságából epedve várták, de már alig remélték kétségbe esett alattvalói, akiket ez alatt kegyetlenül elnyomtak és sanyargattak. A nemesek féktelen hatalma már régebben, István király idejében is elviselhetetlen volt. Második Henrik bölcsességének sikerült ezeket a hatalmaskodó főúrakat a trónnak többé-kevésbé alávetni és engedelmességre kényszeríteni. Most azonban visszatértek régi szokásaikhoz, és jobban garázdálkodtak, mint valaha. Fittyet hánytak az államtanács erőtlen tiltakozásainak, megerősítették várkastélyaikat, és mind nagyobb és nagyobb szolgasereggel vették körül magukat, és a környék egész népességét jobbágy sorsra kárhoztatták. Minden rendelkezésükre álló eszközzel igyekeztek minél nagyobb fegyveres csapatot szervezni, hogy megnöveljék hatalmukat a várható belső villangások idejére. Most nagyon bizonytalanná vált a kisnemesek helyzete is. Ezeknek a szabad birtokosoknak, vagy ahogy akkor nevezték őket, Franklinoknak az angol kormány betűje és szelleme jogot adott arra, hogy megőrizzék függetlenségüket a hűbéri zsarnokságtól. Többnyire valamely szomszédos kiskirály védnöksége alá helyezték magukat, hűbéri tisztséget vállaltak szolgálatában, vagy kölcsönös véd- és dacszövetséget kötöttek vele, és megfogadták, hogy támogatják minden hadi vállalkozásában. Ha erre fanyalodtak, egyelőre nyugsághoz jutottak. De milyen áron? Fel kellett áldozniuk függetlenségüket, ami a legdrágább kincs minden angol szemében. Azon kívül vállalniuk kellett azt a kockázatot, hogy részt vegyenek bármilyen könnyelmi kalandban.
amelyre pártfogójukat nagyra vágyása ösztökélte. De mi volt a másik lehetőség? A hatalmas bároknak ezernyi eszközük volt a kisnemesek zaklatására és elnyomására. Mindig találtak valami okot és ürügyet arra, hogy gyengébb szomszédjukat halálra gyötörjék, és esetleg pusztulásba kergessék. Jaj volt annak, aki nem vetette alá magát az erősebbek kényének kedvének, hanem azt hitte, hogy elég, ha béke szerető, és az ország törvényeire bízza magát. A nemesség zsarnokságát és az alsó osztályok szenvedését még súlyosabbá tette egy körülmény, amely Vilmos normandiai herceg hódító hadjáratának következménye volt. Első Vilmos, más néven Hódító Vilmos, 1066-ban szállt partra Angliában. Harold király, Anglia uralkodója, Zenlek és Hastings között megütközött Vilmos moderne felszerelésű hadseregével, és az angol szászok megsemmisítő vereséget szenvedtek, maga Harold király holtan maradt a csatatéren. Vilmos hamarosan birtokba vette Angliát. Négy nemzedék sem volt elegendő arra, hogy összevegyítse a normanok és angol szászok ellenséges vérét, vagy a közös nyelv és kölcsönös érdekek alapján közelebb hozza egymáshoz a két ellenséges fajt, ezek közül az egyik még mindig diadalmámorban úszott, a másik pedig vereségének következményeit nyögte. A Hastingsi csata a hatalmat teljesen a norman nemesség kezére juttatta, ez pedig, mint a történelem mutatja, ugyancsak visszaélt vele. A száz fejedelmeket és nemeseket jóformán az utolsó szál emberig kiirtották, vagy legalábbis megfosztották birtokaiktól, még a másodrangú vagy annál is alacsonyabb néposztály soraiban is kevés ember maradt, aki földet birtokolhatott ősei országában. A királyi politika már régóta arra törekedett, hogy minden törvényes vagy törvénytelen eszközzel megtörje erejét annak a néprétegnek, amelyről joggal föltételezhette, hogy szívében oldhatatlan gyűlöletet táplál a győztes hódítók iránt. A norman vérű uralkodók leplezetlen részrehajlással kedveztek persze norman alattvalóiknak. A vadászati törvény és sok-sok más rendelkezés, amelyet a jóval enyhébb és szabadabb szellemű száz alkotmány nem ismert, most különcként nehezedett a leigázott lakosság nyakára, hogy még elviselhetetlenebbnek érezze a hűbéri láncok terheit. Az udvarban és a főnemesek kastélyaiban, amelyek pompa és fényűzés dolgában az udvarral vetekedtek, nem lehetett hallani mást. Csak norman francia beszédet, a bírósági tárgyalások is ezen a nyelven folytak, így hirdették ki az ítéletet is, egy szóval az előkelő társaságnak, a lovagvilágnak, sőt még az igazságszolgáltatásnak is francia volt a nyelve, míg a sokkal férfiasabb és kifejezőbb angol szász nyelvet átengedték a parasztoknak és a cselédeknek, akik más nyelvet amúgy sem ismertek. Csak hogy valamiféle érintkezési módra mégiscsak szükség volt a föld birtokosai és a földet megművelő nép között. Ezért lassanként kialakult egy nyelvjárás, az angol száz és a francia keveréke, amelyen azért úgy, ahogy kölcsönösen megérthették egymást. Ebből a szükségmegoldásból fejlődött ki aztán lassan,
és fokozatosan a mai angol nyelv szerkezete, amelyben olyan szerencsés módon összeolvadt a győző és a legyőzött beszéde. Az új nyelv azóta persze színesebb és gazdagabbá vált, mert sok szót és kifejezést vett át a klasszikus nyelvekből és a dél-európai nemzetek nyelvéből. Mindezt végül is szükségesnek tartottam előre bocsátani az olvasó tájékoztatására. Ne felejtsük el, nem volt semmiféle nagyobb történelmi esemény, például háború vagy lázadás, mely arra mutatna, hogy II. Vilmos uralkodása után az angol szász nép még elkülönülten élt volna. Ám olyan nagy volt a nemzeti különbség az angol szászok és a normanok között, hogy nem mosódott el egészen 3. Edvárd uralkodásáig. Az őslakók nem tudták elfelejteni, hogy milyen életük volt azelőtt, és milyen sorsra jutottak most. A visszaemlékezés nyitva tartotta a hódítás ütötte sebeket, és választóvonalat húzott a győztesek és legyőzöttek ivadékai között. Leáldozóban volt a nap, a dús zöld fűvel borított tisztás fölött, az erdőben, amelyről könyvünk elején megemlékeztünk. 100 meg 100 terebélyes koronájú, zömöktörzsű, ágas-bogas tölgyfa nyújtotta görcsös ágait a pompás gyepszőnyek fölé. Olyan tölgyek, amelyek talán még a római légiók büszke menetét is látták annak idején. Itt-ott bükkfák, magyalbokrok és mindenféle más cserjék keveredtek közéjük olyan sűrűn, hogy a lenyugvó nap verde sugarai nem tudtak rajtuk áthatolni. Más helyeken meg szétnyílt a sűrűség, és hosszú ösvényeket alkotott, amelyeket szívesen követett az ember szeme, a képzelet pedig utat látott bennük az erdei magány még vadregényesebb tájai felé. A nap bíbos sugarai megtörnek, és elhalványulnak a fák kusza ágain és molepte törzsein, míg néhány lépéssel odébb utat lelnek a dús pázsithoz, tüzetesen megvilágítva a smaragdzöld foltjait. A tisztás közepén nagy, szabad tér. Ez alig, hanem a babonás druida hit szertartására szolgált, mert egy kis emelkedést alkotott, amely viszont olyan szabályos volt, mintha emberi kéz teremtette volna. Tetején meg hatalmas, ormótlan, faragatlan kövek álltak félkörbe. 7 ilyen kő állt ott, a többi meg a földön hevert, részint eredeti helye közelében, részint meg a halom oldalán. Ezeket nyilván egy olyan ember buzgalma döntötte fel, aki áttért a keresztény hitre. Az egyik kő legurult a domb tövébe, és útját állta egy kis csermelynek, amely addig némán siklott tova a domb alján, de most, hogy ilyen akadályba ütközött, halk morajjal tiltakozott a kerülő ellen, amelyre kényszerült. A tájképet 2 emberi alak egészítette ki. Ruhájuk és külsejük meglehetős durva és parasztos volt. Olyan vad, mint Yorkshire erdő borított a nyugati része azokban a régi időkben. A 2 ember közül az idősebbik arca komor, zord, szinte vad volt. Ruhája a legegyszerűbb, amit csak el lehet képzelni. Valami állat kicserzett bőréből készült, testhez álló ujjas, amelyen a szőrt eredetileg meghagyták ugyan, de már nagyon sok helyen lekopott. Így aztán bajos lett volna megállapítani, milyen állat bőre lehetett valaha.
Ez a kezdetleges ruha a nyaktól a térdig ért, és egymagában minden szükséges ruhadarabot helyettesített. Fent pontosan akkora nyílás volt rajta, amelyen egy fej átbújhatott. Nyilván úgy kellett felölteni, hogy gazdája keresztül húzta egyszerűen a fején, akár egy későbbi páncélinget vagy mai vászoninget. Lábát pedig disznóbőr szíjjal odaerősített bocskor védte, és a lába szárán vékony bőrszalag csavarodott körül úgy, hogy a térde azért mezítelen maradt, mint a skót felföldieké. Ujjasát derekán széles bőröv szorította össze. A részcsattal összekapcsolt bőröv egyik oldalán valami tűzőféle volt, a másikon meg kosszarvából való kürt, a belefújásra szolgáló síp véggel. Övébe kecskeszarv nyelű, hosszú, széles, hegyes és kétélű kést tűzött. Ezt a késfajtát a szomszédságban készítették, és már akkor is Sheffieldi penge volt a neve. Fövege nem volt a mi emberünknek, fejét csak sűrű, gubancos haja védte, melyet a nap vörhenyesre pörkölt, és így élesen elütött, az arcát belepő, hosszú szakás szinte borostyán kősárga színétől. Egy része van már csak hátra az öltözéknek, de ez aztán sokkal fontosabb, hogy sem említetlen hagyjuk. Ez pedig egy részkarika volt, kutyák nyakörvéhez hasonló, csak éppen nem lehetett kinyitni, mert szorosan összeforrasztották a nyakon. Elég tág volt, hogy lélegzését ne akadályozza, de elég szűk ahhoz, hogy ne lehessen kibújni belőle, ha csak ráspolyjal szét nem fűrészelik. E különös, nyakra valóra, száz írás jegyekkel a következő szavakat vésték. Gert Beowulf fia, a Rutherfordi Cedric jobbágya. A kanász mellett, mert Görtnek ez volt a foglalkozása, az egyik lemlott druida kő emléken egy nála 10 évvel fiatalabbnak látszó férfi ült. Ruházata bár formájára a kanászéhoz hasonlított, egy kicsit jobb anyagból készült, és egy picit cifrább kidolgozású is volt. Élénk bíbor színűre festett köntösét, különféle színű, kezdetleges mintájú ábrák díszítették. Zekéjére rövid köpeny borult, mely alig ért a combjáig. Ez a mocskos ruhadarab sötétvörös volt. Bélése pedig rikító sárga. Hosszúságával ellentétben a köpeny bősége felülmúlt minden képzeletet. Gazdája könnyedén átvethette egyik válláról a másikra, vagy kényelmesen beburkolózhatott vele. Karjain vékony ezüst abroncsokat viselt, nyakán pedig ezüst karikát ezzel a felirattal. Womb, Whitlis fia, a Rutherfordi Cedric szolgája. Ez az ember ugyanolyan sarut hordott, mint Gert, avval a különbséggel, hogy börtekercs helyett kétféle lábszárvédőt viselt. Az egyik piros volt, a másik pedig sárga. Fején pedig sapka díszelget, amelyről körös körül csengők lógtak le. Körülbelül akkorák, mint a solymokra aggatott csengettyűk. Valahányszor megmozdította fejét, a csengettyűk is megszólaltak, és mivel egy pillanatig sem tudott nyugton maradni, a csilingelés egy pillanatra sem szűnt meg. A sapka peremét mereven elálló bőrpánt vette körül, amely fölül, bevagdosott szélével, valahogy királyi koronához hasonlított. A föveg közepéről
egy zsákszerű nyúlvány ereszkedett alá egyik válláig. Olyan volt, mint egy ódivatú hálósapka, vagy a túró ömlesztésére szolgáló zacskó, avagy a mai huszársapka bojtos vége. Erről is csengő lógott alá, amihez hozzájárult még az ember félig ravasz, félig eszelős arckifejezése. Mindez arra vallott, hogy az emberünk az udvari bolondok vagy házi bohócok sorába tartozik. Akkoriban minden gazdag úr tartott egy ilyen mókamestert a házában, hogy elűzze a tétlen órák unalmát, ha már otthon kellett ülnie. Éppen úgy, mint társa, Vomba is tűzőt viselt az övére erősítve, de nem volt se kürtje, se kése. Alig, hanem úgy vélekedtek róla, hogy azok közé tartozik, akiknek nem tanácsos éles szerszámot adni a kezükbe. Ehelyett fakarddal volt felszerelve, amilyennel Vitéz László hadakozik a mai bábszínházak. Ennek a két embernek nem csak a külseje ütött el erősen egymástól, hanem a tekintetük és a viselkedésük is. A disznókat őrző jobbágy komor és szomorú volt. Fejét mélyen lecsüggesztette, mintha sorsába fásultan beletörődött volna. De vörös, gyulladt szeme időnként azért fellángolt és elárulta, hogy átérzi elnyomott helyzetét, és valahogy lázadozik is ellene. Ezzel szemben Vomba arcán, mint a bohócoként általában, Bamba kíváncsiság tükröződött, és örökös türelmetlenség, amely egy percre sem hagyta nyugodni. Viszont az is meglátszott rajta, hogy nagyon elégedett külsejével, és főleg hivatalával. A két ember angol szász nyelven beszélgetett. Említettük már, hogy az alsóbb néposztályok általában ezen a nyelven beszéltek, kivéve a normann katonákat és a hűbérurak házanépét. Ha megkísérelnők, hogy beszélgetésüket hűséges pontossággal visszaadjuk, a mai olvasó édes keveset értene belőle, ezért inkább csak a lényegét tolmácsoljuk. Szent Vitold átka csapjon ezekbe a büdös disznókba, kiáltott fel Kört, és fülsiketető hangokat fakasztott kürtjéből. Így próbálta összeterelni szétszórt kondáját, mely harsány röfögéssel felelt a kürt recsegő szavára. Nem volt kedvük búcsút mondani a kövér, tölgymagból és bükkmagból álló pazar lakomának. Vonakodtak is elszakadni a folyócska mocsaras partjától, ahol néhány közülük egészen nyakig merült a jó meleg sárba, és kénye kedve szerint hempergett benne, mit sem törődve őrzőjük nógatásával. Szent Vitold átka csapjon beléjük, de belém is, folytatta a konder. Kutya legyen a nevem, ha a kétlábú farkas nem ragad el közülük néhányat, mielőtt beesteledik. Hé, Fangs, Fangs! Kiáltott a torka szakadtából bozontos kutyájának, amely olyan volt, mint egy agár, egy szelindek és egy farkas kutya furcsa keveréke. Sánti kálva loholt gazdája után, mintha segíteni akarna neki a makrancos disznók összeterelésében. De akár tudatlanság volt az oka, akár rossz indulat, annyi az már bizonyos, hogy a furcsa kutya inkább szétkergette, mintsem összeterelte őket, és csak növelte a bajt, amelyen segítenie kellett volna. Az ördög bújjon abba az átkozott erdő felügyelőbe, aki levágatta a kutyáink körmeit, hogy ne lehessen hasznukat venni az erdőben. Gyere, Vomba, segíts nekem, mutasd meg, hogy mégiscsak férfi vagy.
Aztán kerüld meg a dombot, hogy a hátuk mögé juss. Ha meg oda jutsz mögéjük, úgy terelheted őket magad előtt, mint a legszelídebb bárányokat. Ám Wamba meg sem moccant ültőhelyéből. Ha éppen tudni akarod, felelte, most kértem tanácsot a lábaimtól ebben a dologban. Nos, mindketten úgy vélekednek, hogy felségsértést követnék el magasztos személyem és királyi öltözékem ellen, ha begázolnék ebbe a latyakba. No, így hát, kedves Görd barátom, azt ajánlom néked. Hívd vissza a kutyádat, és bízd a kondát sorsára. Ha véletlenül erre vonuló katonákkal találkoznak, vagy vándor zarándokokkal, avagy közönséges szegénylegényekkel, no, egyre megy. Mindenképpen az történik velük, hogy mielőtt felkel a nap, normanokká változnak, ami nagy kitüntetés, hát nem igaz? A disznók normanokká változnak, visszhangozta Görd. Magyarázd ezt meg nekem, Bamba. Az eszem tompa, és még dühös is vagyok. Semmi kedvem rejtvényeken törni a fejem. Hát jó, felelte Bamba. Csak azt mondd meg nekem, hogy hogy hívják ezeket a négylábú, röfögő állatokat. Mi a száz neve a disznónak? Sweeney, kiáltott fel Görd. Mit kérdezed? Ennyit még egy bolondnak is tudnia kell? Na várj csak, mókázott Bamba. De hogy hívják akkor, ha leszúrták, kétfelé hasították és felakasztották feje lefelé, ahogy az árulókat szokták? Na, mi a neve akkor? Na? Pork, felelte a kondás. Na, látod, mosolygott Bamba. A disznóhús neve már pork, ez pedig francia eredetű normán szó, vagyis amíg a disznó él, amíg egy száz rabszolga őrzi és vesződik vele, addig száz neve van. De mihelyt alkalmassá válik arra, hogy a kastélyban felszolgálják lakomára, na, akkor már tüstént normán nevet kap. Mert a ropogós disznósülthöz a szegény angol szásznak már semmi, de semmi köze. Érted már, Görd barátom? Hát, ami igaz, bizony igaz. Még akkor is, ha egy balon szájából halljuk. Mondhatok erre más példát is, folytatta Wamba rendületlenül. Ökörkoma, amíg a csordában sétálgat, a száz ax névre hallgat, és az nagyon megfelel neki. De rögtön a franciás bíf úrfivá változik, ha puhára főzve, finom mártáska kisasszony társaságában elfoglalja méltó helyét az asztalon. Ó, Szent Dunstanre mondom, ez egyszer igazat beszélsz. Tőlük még a levegőt is sajnálják. Azt is csak azért hagyták meg nekünk, hogy dolgozni tudjunk rájuk. Minden kövér falat az ő asztalukra kerül. A lányaink meg őket szolgálják. Fiaink érettük mennek a háborúba. Aztán idegen földön pusztulnak el. Családjuk meg végtelenül maradik, kiszolgáltatva hódítóknak, meg aztán a kényüknek, kedvüknek. Na, a ritkaságám az olyan úr, mint a mi gazdánk, ez a Cedric. Áldja meg a jó Isten. Vér a vérünkből, és igazi férfi. Jóságos is, meg bátor is. Szikla szilárd. De hát neki is van gondja elég.
Különösen most, hogy ez a Reginald Front de Boeuf, amint hallom, útban van errefelé. Azt személyesen akar körülnézni a leigázott tartományban. Cedricnek nehéz dolga lesz, ha nem görbíti meg a derekát. Hát ez mi? Kiáltott fel hirtelen. Ho-ho! Jól van, Fengs! Mégiscsak összeterelted valamennyit. Hát csak hajtsd tovább, derék kutya vagy! Gert, mondta a bohóc komolyan, látom, hogy egészen bambának tartasz. Különben nem bíznál meg bennem ennyire. És hát a könnyelműség, hogy meggondolatlan szavaiddal kezembe adod érteted. És ha besúgom Reginald Front de Boeufnek, vagy ennek a Philippe de Malvoisiennek, hogy a normanokat szidalmaztad, vége a te pünkösdi királyságodnak itt a disznók között. Felkötnek az első fára. Elrettentő például. Hadd lássa mindenki, hogy jár az, aki lázadozni mer. Csak nem fogsz elárulni, te kutya! Méltatlankodott Gert. Hiszen te ugrattál bele ebbe a beszélgetésbe. Elárulni? Ha, téged? Felelte a bohóc. Lehet, hogy egy okos ember azt tenni, de hát egy bolondnak eszébe se jutna az ilyen osmánság. Nem akarok én másnak a fején a magasba jutni. Na te csit, hallod, mintha lótobokást hallanék. Ki lehet az? Kérdezte, fülét hegyezve. Néhány pillanat múlva már tisztán hallani egy lovás csapat közeledését. Eltörődj vele, felelte Gert, és minden figyelmét a kondára fordította. A disznók most már ott loholtak előtte, és Gert kutyája segítségével kényelmesen hajtotta őket a hosszú, sötétbe boruló ösvény felé. Igazad van. De azért mégis csak meg kell néznem a lovasokat. Dünnyögte Wamba. Talán Tündérországból jöttek, és az Oberon királytól hoznak üzenetet. Hogyan vigyen el a Manu? Kiáltott fel Gert bosszusan. Olyan bozaságokat fecsegsz, amikor nyakunkon az ivatar. Figyelj csak, hogy dörög. Nem lehet ma messzire. Olyan zápó lesz ebből, amelyet még nem láttál. Már kezdődik is. Na, nézd, de milyen kövér esőcseppek. Aztán még ki se tört a szélvihar. De a tölgyek már nyögnek, meg sóhajtoznak. Az ágok meg recsegnek, ropognak. Ne vesd ki, ha kedved tartja. De ez egyszer azért hallgass rá. Szedjük a lábunkat, aztán igyekezzünk fedél alá jutni, mielőtt utolél a fergeteg. Meglátod, micsoda éjszaka lesz. A Wamba belátta, hogy társának igaza van, és nem maradt le mellőle. Gert pedig felkapott egy nagy furkós botot, amely ott hevert a fűben, és nagy léptekkel igyekezett előre, mind sebesebben kergetve röfögő csapatát.